Kunnénánási Mónika a lekvár és szörpkészítő verseny apropóján a következőket mondta el. Idén először szerveztük meg a házi szörp és lekvárkészítő versenyünket. Szeptember elején hirdette meg a Dérini Kulturális Központ, és elmondhatom, hogy igen nagy számban volt érdeklődő a verseny iránt, hiszen 32 pályamunka érkezett be, 7 szörppel neveztek, illetve 25 lekvár érkezett, és ez különböző ízesítésű, a céklától kezdve a hagyományos szilva lekvárig mindenféle finomság érkezett be a Dérini Kulturális Központba. Egy háromtagú szakmai zsűri döntött a lekvárok, illetve a szörpök sorsáról ezen a héten hétfőn, és az elsődleges szempontjuk az volt, hogy a régmúlt receptjét elevenítsék fel ezek a lekvárok, hiszen a célja is ez volt a versenyünknek, hogy minél több különböző, különleges lekvárokkal ismerkedhessünk meg, illetve a nagymamák féltve őrzött receptjeit is magunkénak tudhassuk. Úgyhogy ezek voltak elsődleges szempontjai a zsűrinek, és akkor ma délben, vagy délután, ebéd után fog sor kerülni arra, hogy az eredményhirdetés megtörténjen. Ahogyan az eredményhirdetés is mutatta, szép eredmények születtek. Első helyezést ért el a házi lekvárkészítő versenyen Nánási Sándorné berzencei szilva lekvárával. Második lett Süveges Renáta Veres szilva lekvárral, valamint a harmadik díjat Vadainé Kerekes Erzsébet füge lekvárja nyerte el. A házi szörp készítő verseny eredményei a következőképpen alakultak. Első helyezett lett Kis Gergő citromfűszörpje, a második Kovácsné Kerekes Katalin a rózsaszörppel, illetve a harmadik helyet Dániel Fekete Krisztina málnaszörpje nyerte el.